és több száz oldalnyi előterjesztést tárgyalt a Városépítő Bizottság. Grémium támogatja az alapítványokat a Gazdasági Bizottság. Program művészeti napot tartott a Balogantal Katolikus Általános Iskola és Gimnázium. A telepak siradóját látják, üdvözlöm Önöket! Május 26-ára vasárnapra tűzte ki az Európai Parlament magyar képviselőinek választását dr. Áder János köztársasági elnök. Már negyedik alkalommal nyílik lehetőség arra, hogy Magyarország polgárai eldöntsék a következő 5 esztendőben, kik képviseljék majd a nemzetet az Európai Parlamentben. Az ország az EP javaslata alapján a 2019-es választásokon is 21 képviselőt küldhet majd az Európai Parlamentbe. Pakson 17 szavazókörben adhatják le voksaikat a polgárok, amit kizárólag a személyi azonosság, valamint a lakcím vagy a személyi azonosítószám igazolása után tehetnek meg. A Woodstock Fesztivál 50. évfordulója előtt tiszteleg a 27. Gastroblues Fesztivál zenei programja. A rendezvényen jubileumi koncertet ad az idén 25 éves magyar atomzenekar is. A gazdag zenei kínálatot 5 napon keresztül 50 koncerten élvezheti a közönség Pakson július 1-től. Gál Csaba Boogie muzsikája nyitotta meg a Gastroblues Fesztivál sajtótájékoztatóját. Ezt a formációt is hallhatja a nagy közönség az 5 napos rendezvény folyamban július 7-én, vasárnap a Gastroblues klubban. A fesztivál már 27. alkalommal biztosít lehetőséget a baráti, testvérvárosok közötti találkozásokra. Ez az alkalom is arra jó megint, hogy megerősítjük, hogy nekünk fontos az unió, fontos, hogy a határok nyitottak legyenek. Tehát elemi érdeke Magyarországnak, hogy az Európai Unió működjön, és a működés keretében mi az elszakadt országrészekkel tudjuk tartani a kapcsolatot, tudjuk a magyar testvéreinkkel az együttműködést a gazdasági, kulturális sportba is fokozottan biztosítani. Tehát ezért azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon nagy érdek, és elemérdek, de az is érdekünk, hogy ne egy Európai Unió jöjjön létre, hanem erős nemzetállamok szövetségeként működjön Európa. Ezért azt gondoljuk, hogy fontos mindenkinek hétvégén is 26-án vasárnap eljönni szavazni, mert nekünk legnagyobb elemérdekünk, mint mondtam, Magyarországnak, hogy egységes Európa legyen, nyitott határokkal, de nemzetállamok alkossák ennek az egységes Európának a kereteit. Idén július 1-e és 7-e között rendezik meg Pakson a blues, jazz, rock zenei, gasztronómiai és borbarát találkozót 5 helyszínen 50 koncerttel. A 2019-es rendezvény zenei programjával a Woodstock Fesztivál 50. évfordulója előtt tisztelegnek a szervezők. Utóbbi évek egyik legerősebb zenei programját sikerült összeállítani az idei évben, és elsősorban a Woodstock 50-re emlékezünk, tehát 50 évvel ezelőtt volt ez a hihetetlen nagy fesztivál, ami több százezer embert meg tudott szólítani, és azok a zenék hangozottak ott el, amiket mi is szeretünk. A Gastroblues Fesztiválon is ezeket a blues, illetve rock zenéket szeretik, és erre emlékezünk elsősorban. Így meghívtuk például a Ten Years After-t is, akik annak idején felléptek ezen a fesztiválon, illetve Miller Andersont is. A vasárnapi főzőverseny közben elhangzó dalokkal is erre az eseményre emlékeznek a Woodstock 50 pikniken, ahol meglepetésként koncertet ad az idén ugyancsak jubileumot ünneplő 25 éves magyar atom. Idén ugye a 27. Gastroblues Fesztivál megrendezésére kerül sor itt Pakson, és ha valaki hallja ezt a kifejezést, tehát hogy Gastroblues Fesztivál országosan, vagy akár a Kárpát-medencében, akkor egyből Paks neve ugrik be ennek kapcsán. Én azt gondolom, hogy már maga ez a tény, hogy a Gastroblues Fesztiválról Paks jut eszébe a Kárpát-medencében nagyon sok embernek. Ez már azt bizonyítja, hogy nagyon fontos a város számára, hiszen brandjévé vált a Gastroblues Fesztivál, úgy, ahogy egyéb ilyen rendezvényeink is. A programsorozat július 1-én a Gastroblues klubban klubkoncerttel kezdődik. Az első 3 napon helyi zenekarok lépnek fel.
Az Eszi csarnokban negyedikétől lesznek hallhatók, láthatók a sztárfellépők, és az elmaradhatatlan templomi koncertekre az evangélikus templomba várják a közönséget a fesztivál szombatján. A Gastroblues Fesztivál évtizedek óta Pakson jelen van, ikonikus rendezvénye a városnak, és úgy gondolom, hogy a város ikonikus társasága alapvetően helyesen teszi, hogyha ezt a rendezvényt támogatja, hiszen a kollégák is részt vehetnek, illetve részt is vesznek nagy számban ezen a rendezvényen, illetve mivel országos jelentőségű már a Gastroblues Fesztivál így a hírnevünket az ország egyéb tájára is elviszi. A hagyományos vasárnapi főzőverseny bevételével ezúttal is a Viski Magyar Óvodát segítik a szervezők, és idén is lesz fesztivál foci hetes rúgó versennyel, ezúttal férfi és női kategóriában is. A harmadik paksi Gastroblues túrára három távon nevezhetnek a teljesítmény túrázó természetbarátok. A 27. fesztivál részletes programnaptárát megtalálják a www.gastroblues.hu honlapon. A május 29-i képviselőtestületi ülés előkészítéseként a héten a Városépítő Bizottság is összehívta tagjait, hogy véleményezzék az illetékességi körükbe tartozó napirendi pontokat. Több száz oldalas anyagot kellett áttekinteniük. Az elmúlt évi költségvetés végrehajtásáról is tárgyalt a jövő heti képviselőtestületi ülés előkészítéseként a Városépítő Bizottság. A zárszámadást elfogadták, de tettek észrevételeket. Nehézségekbe ütközik a pénzeszközök folyamatos felhasználása, csúsznak az Európai Uniós támogatások, ráadásul a pályázatok előfinanszírozottak. A kiadási oldalon pedig ugye olyan csúszás, hogy hát a fejlesztési, beruházási pénzeket nem tudjuk teljesen elkölteni, tehát azt jelenti, hogy évek óta görgetünk magunk előtt tulajdonképpen pénzeket, amiket nem használunk föl, és ez úgy gondoljuk, hogy nagyon nagy baj, ennek nem kéne így történni. Közben meg időnként vannak olyanok, amikre meg arra hivatkozunk, hogy hát nem tudjuk teljesíteni, mert nincs benne a költségvetésben, és nincs rá fedezet. Közben máshol meg vannak, lehet, hogy át kéne csoportosítani, lehet, hogy ezt egy kicsit rugalmasabban kéne talán majd kezelni. Az idei költségvetés módosítását is jóvá hagyta a grémium. Településfejlesztési eszközökről is szó esett, a terjedelmes előterjesztésben lakossági vélemények, önkormányzati igények sorakoznak, amelyeket sokszor nehéz összeegyeztetni. Voltak olyan területek, ahol beépítést szerettek volna a zöld területen, és ehhez kimondottan ragaszkodunk, hogy a zöld területeinket inkább meg akarjuk tartani, és nem engedünk semmiféle építést oda. Nagy vihart kavar a városban a Rókuskápolna körüli építkezés. Ennek is volt ott egy szabályozási terve, mert valahogy úgy vásároltak minden, hogy szinte alig lehetett volna kápolnát megközelíteni, olyan, mintha jóformán magánterületen lenne. Egyértelműen úgy lett kiszabályozva, hogy itt nem megyünk bele semmiféle telekcserébe, semmibe, hanem az úgy gondoljuk, hogy az természetes, hogy az megközelíthető legyen a kápolna bejárata. A bizottság megfogalmazta azt az igényt, hogy a nagy terjedelmű véleményezésre váró anyagok helyett azokat szétbontva kapják meg a felkészülés megkönnyítése érdekében, emellett a későbbiekben szeretnének esetenként a helyszínen tájékozódni az adott napirendi ponttal kapcsolatosan. Tárgyalt alapítványi támogatásokról, az idei költségvetés módosításáról, valamint forrás biztosított az Árnyas utca felújításának kiegészítésére a Gazdasági Bizottság a napokban megtartott tanácskozásán. A grémium felkészült a jövő heti testületi ülésre. A Városépítő mellett a Gazdasági Bizottság is megkezdte a felkészülést a jövő heti testületi ülésre. Tanácskozásukon 8 napi rendi pont szerepelt, köztük a 2018. évi költségvetés lezárása a könyvvizsgálói jelentéssel. A tavalyi évnek a beruházási felújítási készültsége nagyon alacsony volt. Ezen mindenképpen, ugye ezt a képviselőtestület már idén évelején kitűzte célul, hogy ezen drasztikusan szeretnénk változtatni. Én úgy gondolom, hogy már most látszik, hogy a május végén, hogy ez az idén sikerül is. Az ülésen szó volt még a 2019. évi költségvetés módosításáról, ezen belül a polgármesteri és alpolgármesteri keretekről, a képviselők választókerületi beruházásairól, valamint a gazdasági és humánpolitikai bizottság pályázatainak költségeiről. Ezen kívül alapítványi támogatásokról is tárgyalt a grémium. A polgármesteri keret terhére valósulnak meg. Két alapítványt támogatott a bizottság, az Önzetlenül Segítők Paks non-profit alapítványt, illetve a Katolikus Ingatlanok
Pakson alapítványt, mind a kettő alapítvány támogatandónak ítélt a bizottságunk. A felhalmozási céltartalék terhére a bizottság forrás biztosított ismét egy már futó paksi beruházás kiegészítésére. Az Árnyas utcánál az eredeti műszaki tartalomban nem szerepelt térkő járda építés, csak a szegélyhez, az aszfalt szegélyhez kötendő úgymond járdajavítás szerepel, de azt gondolom, hogy ez teljesen jogos igény, hogy ott 140 méter hosszan egy jó minőségű térkőjárda készüljön, és ennek bruttó 7 millió forintos költsége van. A gazdasági bizottság tárgyalta még a paksi fejlesztési és vagyongazdálkodási ZRT 2018. évi beszámolóját is. A képviselőtestület május 29-én, szerdán 16 órától tartja legközelebb az ülését. Az eseményt, ahogy korábban megszokhatták, élőben közvetíti a Telepaks, amelyet a weboldalunkon is követhetnek. Védjük a dolgozó embereket, Európa legyen a miénk, védjük meg Magyarországot a migrációtól. Ez a programja a Magyar Munkáspártnak az európai parlamenti választások előtt. Türmer Gyula pártelnök ma a paksi piacon kampányolt. Türmer Gyula feleségének vásárolja az évelő növényeket a paksi piacon. A Magyar Munkáspárt elnöke az európai parlamenti választás hajrájában az Atomvárosban buzdította a polgárokat arra, hogy vasárnap menjenek voksolni, és az X-et a 8-as számú lista mellé tegyék. Mi szeretnénk megvédeni Magyarországot a migrációtól, ez a mi dolgunk, hogy beengedünk-e vagy sem. Szeretnénk, hogyha Magyarország szuverenitását megőriznénk. Mi azt akarjuk, hogy Európa az ne háborús legyen, ne szankciókat folyamatosítson, hanem Európa működjön együtt Oroszországgal, és békében éljünk. És szeretnénk, hogyha Európát nem a bankárok, nem a bankok, nem a milliárdosok irányítanák, hanem a miénk lenne, a dolgozó embereké. A politikus elmondta, Magyarország minden településen szívesen fogadták a munkáspártot a polgárok. Abban bízik, hogy sokan leadják voksukat a szavazóhelyiségekben. A szervezet tagjai aktívan dolgoztak az elmúlt hónapokban. A párt az LP választást megelőző időszakban összesen 26 ezer ajánlást gyűjtött. Azt látom, hogy az emberek értik, hogy ez most nem akármilyen európai parlamenti választás. Az európai háznak a falai omladoznak, új ötletekre van szükség. Mi szeretnénk nagyobb szobát kapni ebben az európai házban, ezért kérjük az embereket, akinek nem tetszik a Fidesz, szavazzon a munkáspártra, akinek nem tetszenek a parlamenti ellenzéki pártok, válasszák nyugodtan a munkáspártot, az egyetlen baloldali ellenzéki nemzeti pártot. Türmer Gyula kiemelte, a munkáspárt munkáját mindenhol elismerik, 30 éve egy oldalon állnak, a nézeteik mellett kitartottak. A jelöltek az Európai Parlamentben kizárólag Magyarország érdekeit tartják majd szem előtt, ha erre felhatalmazást kapnak a választópolgároktól május 26-án. Origami, arcfestés, ki mit tud, Udas Matyi előadás a pedagógusok szereplésével, zene, tánc, ugrálóvár és kerékpáros ügyességi verseny. A programok mind a Deák Ferenc Általános Iskola alsó tagozatán zajlottak a gyermekek hete sorozat részeként. Az intézmény vezetése május 20 és 24-e között minden délután a legfiatalabbaknak kedveskedett, akik láthatóan remekül érezték magukat. Az eseményt hagyományteremtő szándékkal szervezték a pedagógusok. Művészeti napot tartott a Balogantal Katolikus Általános Iskola és Gimnázium a Csengely Dénes Kulturális Központban Mesék a kosárból címmel. Az eseményen az iskola művészeti csoportjai léptek fel elsőtől hetedik osztályig, többségében humoros, prózai előadásokkal, melyek egy mesefonalát követték. A fináléban Horváth Diana, a gimnázium végzős tanulója énekelt, több mint 100 diák volt ekkor vele együtt a színpadon. Az elsősök bemutatkozásával vette kezdetét a Csengei Kulturális Központban a Balogantal Iskola Művészeti Napja, amelyet évek óta megrendeznek az intézményben, ahol képzett szaktanárok irányításával folyik a művészeti oktatás a dráma, képzőművészet és tánc terén. Mi nagyon fontosnak tartjuk a személyiségfejlesztés szempontjából a művészeti oktatást, hiszen vannak olyan gyerekek, akik a tanulásban nem jutnak sikerélményhez, viszont nagyon szépen olvasnak,
tanulnak, játszanak, nagyon szépen rajzolnak, nagyon szépen énekelnek, vagy tehetségesek a színjátszásban, és akkor ezáltal sikerélményhez jutnak, és akkor egészségesebb lelkülettel tudják a mindennapjaikat élni, nem beszélve arról, hogy a közösségben elfoglalt helyük is javul. A művészeti nap a mesék köré csoportosult, klasszikus és modern műveket vittek színpadra. Ákos negyedikes több műsorszámban szerepelt, a Rátóti Csikó tojás című mese volt az egyik. Én leszek benne a bíró, meg az otthon teremtő asszonyt, én meg abba egy szék vagyok. Már legalább, ilyen 5 alkalommal játszottunk, utána a többi, az végig gyakoroltunk. Lujza és Csenge Lázár Ervin örök klasszikusában a Vacskamati virágja című mesében szerepeltek. Lujza Mikka Makkát játszotta. Egy macskának hirtelen rájön, hogy hú, neki is lehetne születésnapja, és egyszerűen a többiek szerveznek neki egyet, ez a 15. születésnapja lesz. Kap ajándékba egy virágot, hónapokig nem törődik vele, és felvilágosítja egy nyuszi, hogy azért törődni kéne a virággal is, és akkor elkezdi öntözni, és a végén meg boldog lesz a virág is. Főszereplő vagyok, ugyanis a Vacskamati vagyok, és ugyanúgy, ahogy a Lujzi mondta, úgy ugye én kapom a virágot, és nagyon örülök neki. Molnárné Fodor Andrea, a drámások vezetője, a nagyobb diákokra is gondolt. A naplómesék, amelyben 6 lány egy fiúról mesél, és egyikünk sincs szerephez kötve, tehát mindenki mindent tud játszani. Nem ez az első felépésünk, mivel tavaly volt kicsikét gyerekesebb előadásunk, de mi úgy éreztük, hogy ez sokkal hozzánk köthetőbb. A művészeti nap sikerrel zárult. Az előadás végén a gimnázium végzős hallgatója Horváth Diana énekelt, több mint 100 diák sorakozott mellette a színpadon. Festő tábor Cseresznyésben, Nógrádi Katalin festőművész szervezésében több csoport is bepillantást nyert a festészet rejtelmeibe a napokban a Cseresznyési Erdei Iskolában. Több napon keresztül alkottak a tábor résztvevői, a szervező szerint hatalmas sikerrel. Ecsetvonások után néha az ujjukkal is besegítenek a színezésbe a festők, így lesz tökéletes a tájkép. A Cseresznyési Erdei Iskola ezúttal festőtábornak adott otthont. Sejerné Bruck Teréz is ecsetet ragadott, ő Székesfehérvárról érkezett a cseresznyési táborba. 10 éve festek, több kurzust elvégeztem, Székesfehérvárról jöttem. A Nógrádi Katinak a stílusa és a színvilága baromira tetszik, és ezért vagyok itt a Katival táborokba 10-valahányszor már, és most a bemutatkozásnál is éppen azt mondtam neki, hogy Kati függő vagyok, és nagyon jó a társaság is. A fák lombkoronáját készíti Nógrádi Katalin festőművész, évente 3 ilyen tábort szervez, szerinte mindegyiken hatalmas az érdeklődés. 22 tanítványom van, illetve hát érdeklődő művészetkedvelő van itt, a legtöbbje nulláról indul, el kell, hogy mondjam, szóval tényleg olyan, hogy valami által felvillan bennük ez a vágy, hogy talán meg kéne próbálni a festészetet. Mindig 4 napos egy ilyen tábor. 4 napos, és egy nagyon kedvező helyet találtunk itt ugye a Erdei Iskolába, ahol tényleg a csend és a nyugalom uralkodik körülöttünk. Minden körülmény adott a zavartalan alkotáshoz. A festőművész azt mondja, egy-egy ilyen táborban a profikon kívül az amatőr festők is hamar elsajátítják a fortélyokat. Végig itt vagyok velük, ugye kísérem nyilván, aki rászorulóbb, most idézőjelben mondva, nyilván, hogy azt kicsit többet kell pátyolgatni, de nem lehetetlen. Szóval nulláról is kezdeni nem lehetetlen a 4. napon olyan szintre jutni, hogy egy tetszetős tájképpel menje haza, nem egyen. Mondjuk naponta általában 1 képet tervezünk be, de hát van, aki 8-10-zel megy haza. Aki kedvet kap a festőtáborhoz, jó, ha időben jelentkezik a következő 4 napra, ugyanis a helyek gyorsan fogynak. Ma éjszaka zápor előfordulhat, az északnyugati szél időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 fok körül alakul. Hétvégén kevés fátyol és gomoly felhő mellett sok napsütés várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 fok körül alakul.
A híradó után az Én Városom sorozatot láthatják, melyben ezúttal Hubert István meséli el, mit jelent számára Paks. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, töltsék kellemesen a hétvégét, viszontlátásra!